Egyre kevesebb a közfoglalkoztatott, 75 ezer fővel kevesebben dolgoznak a rendszerben. Megnőhet a baromfi ára, a bérek és a gabona árának emelkedésével a baromfi termékek ára is megnőhet. Egyedülálló hotel már egy hónapja működik az 1,6 milliárd forintból kialakított Pangea Ökocentrum és szálloda Sóstón. A 2016-os 223 ezer fős csúcshoz képest közel 75 ezer fővel csökkent a közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A csökkenésről Hoffmann Imre számolt be a Nyíregyházán rendezett közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. A közfoglalkoztatás és vízügyi helyettes államtitkár szerint a jelentős csökkenés annak köszönhető, hogy az országban egyre nagyobb a munkaerőhiány, és a közfoglalkoztatási program képzési és munkaszocializációs lehetőségei sokaknak segítettek a másodlagos munkaerőpiacról az elsődlegesre kijutniuk. A megyében jelentősen nőtt az elmúlt években a foglalkoztatottság, az új munkahelyek kétharmadát a versenyszféra biztosítja. Égig élő zöldségek sorakoztak Penyiges standja előtt a Nyíregyházán harmadik alkalommal megrendezett közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. A település ezzel nyerte el a rendezvényen idén először kiosztott termékdíjat. Penyigén a növények termesztésében 10 közfoglalkoztatott vesz részt, az önkormányzat összesen 45 főt foglalkoztat ebben a formában. Penyigén 2011 óta, amióta elindult a közfoglalkoztatás, azóta veszünk részt rajta, több programunk fut, van egy asztalos üzemünk, van egy kézi varrodánk, illetve a mezőgazdasági projektkel foglalkozunk, melyben fóliás növénytermesztés a legfőbb célunk, amit termesztünk. Kókuszgyapotban, biológiai növényvédelemmel termesztjük a zöldségeinket, a paradicsomunk 6-7 méteresekre nőnek, a paprikájunk 3 méteresekre, és ami a legfontosabb, még egyszer kihangsúlyozom, biológiai növényvédelemmel, tehát poszmelyek, ragadozóatkák, ragadozópoloskák, fürkészdarazsak vannak betelepítve a fóliánkba, permetszereket nem használunk. A kiállításon 74 település mutatkozott be. Sesták Oszkár szerint a közfoglalkoztatottak munkája nem csak értékteremtő, hanem mentálisan is nagy segítséget nyújt a munkavilágán kívül rekesztett embereknek. Ez összefügg persze a szociális rehabilitációval, a mentális egészség visszaszerzésével is, és hát nem utolsósorban gazdasági növekedéssel. Szándékoltan beszéltem utoljára erről, hiszen általában ez jut eszünkbe, hogyha foglalkoztatásról beszélünk, az emberek, a családok megélhetése, ez egy nagyon fontos eleme, de nem kizárólagos eleme a foglalkoztatásnak, illetve a közfoglalkoztatásnak. Ebben akik részt vesznek, polgármester kollégák elsősorban erről számolnak be, hogy egyfajta mentális rehabilitációs, amit ők elvégeznek nap mint nap. A megyében élőknek évről évre egyre nagyobb lehetősége van arra, hogy munkához jussanak, hangsúlyozta Román István. A kormány megbízott kiemelte, jelentős előrelépés, hogy az új munkahelyek legnagyobb részét már nem a közfoglalkoztatás adja. Ha megyét nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan térségek, ahol jelentős a munkanélküliség, de olyanok is vannak már, ahol munkaerőhiány van nagy számban. Hogyha a pontos számokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ami 2010-ben 180 ezeren dolgoztak a megyében, addig ma már 250 ezeren, és ennek egyharmada az, ami a közfoglalkoztatás adja. Tehát az új munkahelyeknek a kétharmada az a piacon vagy a teremtődött meg. A közfoglalkoztatottak száma 2016-ban volt a legmagasabb, akkor 223 ezeren dolgoztak ebben a formában. 2018-ban azonban jelentősen csökkent ez a szám. Az augusztusi adatok szerint 143 ezeren dolgoznak a másodlagos munkaerőpiacon. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár szerint ez azt is mutatja, hogy a különböző képzéseknek és a munkaszocializációs programoknak köszönhetően sokaknak sikerült az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkednie. Folyamatos a kiáramlás, már munkaerő hiány idézőjelben jelenik meg a közfoglalkoztatás rendszerében is, és én azt gondolom, ez is bizonyítja azt, hogy a munkaerőért versenyeznek alapvetően nagyon sokan, és azok a törekvések, illetve azok a jogszabályi módosítások, amelyeket az elmúlt években a kormány tett annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás rendszeréből minél könnyebben kikerüljenek a közfoglalkoztatottak, az is, annak is eredménye az, hogy a mai létszám adatok ezt bizonyítják. Hoffmann Imre elmondta, hogy amíg 2010-ben kevesebb mint 60%-kal az Unióban Magyarországon volt a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta, addig ez már meghaladja az uniós átlagot.
A helyettes államtitkár hozzátette, a közfoglalkoztatási programot továbbra is támogatja a kormány, a megyek 212 településén 27 ezer fő közfoglalkoztatott támogatására több mint 38 milliárd forintot biztosított a kormány 2018-ban. A MasterGood cégcsoport 18%-os béremelést hajtott végre az utóbbi egy évben. Ez az emelés, valamint az aszály miatti gabonaárak növekedése a baromfi árak emelkedését is eredményezheti. A kisvárdai feldolgozó üzem a kormány támogatásával jelentős technológia intenzív beruházásba kezdett, aminek révén Európa harmadik legnagyobb vágó teljesítményű üzeme lehet. A baromfi termékek árára is kihatással lehet a bérek növekedése. Bárány László, a MasterGood cégcsoport alapítója 35 perc című műsorunkban elmondta, az utóbbi egy évben 18%-os béremelést hajtottak végre a cégnél. A megnövekedett költségek miatt pedig várható lesz a baromfi termékek árának növekedése is. Magasak a gabonaárak, az emelkedő bérek is beépülnek a költségekbe, de azt gondolom, hogy itt valamikor az őszi hónapokban elindul egy lépcsőzetes áremelés. Ha a legjobb vágyaink is teljesülnek, akkor sem lesz ez az áremelés kétszámjegyű. Inkább valahol az 5 és a 8 százalék közé satszolom. Nyilván lesz olyan termék, a kunensebb termékek, aminek akár 10%-ot meghaladó áremelés, és lesz olyan termék, aminek ott lesz az ára, ahol volt, meg tavaly előtt. A kisvárdai cég volt az első vállalat, amelyet a magyar kormány a technológiai intenzív támogatási kategóriában segített. Ennek lényege, hogy a technológiai fejlődést robotok alkalmazásával biztosítják majd. A megnövekvő termelési hatékonyságnak köszönhetően a MasterGoodnál minden évben kétszemjegyű béremelést fognak a cég dolgozóinak biztosítani. Ilyen sebesség mellett már az emberi beavatkozásnak is vannak korlátjai, tehát ahol az ember nem boldogul, ott behívjuk a robotokat, és azok lesznek képesek ezt az őrült tempót, ezt a hallatlan teljesítményt a technológia során jó minőségben végigkísérni, és mellesleg valóban ez egy technológia intenzív beruházás, hisz a 15 milliárd forintból közel 12 milliárdot gépekre, robotokra, automatákra és az ezt irányító számítógépes rendszerre fogjuk költeni. Az alapító elmondta, a kisvárdai feldolgozó üzem a beruházásainak végére 15 ezer baromfit fog feldolgozni egy óra alatt, ami 4,1 csirkét jelent másodpercenként. Elkészült és már egy hónapja működik a Pangea Ökocentrum és szálloda Sóstón, a mindössze egy év alatt felépített hotelt 100%-os állami támogatással 1,6 milliárd forintból alakították ki a Nyíregyházi Állatpark mellett. Ez a beruházás is része annak a 6,7 milliárd forintos komplex fejlesztési csomagnak, amelyet a Nyíregyházi Állatpark kapott a Modern Városok program forrásából. A Pangea Ökocentrum és szálloda alapkövét tavaly szeptember elején rakták le, akkor még így nézett ki a terület. Egy évvel később a beruházás befejeződött. Jelenleg már egy hónapja számtalan pozitív visszajelzéssel működik a Közép-Európában is egyedülálló hotel. Amikor az önkormányzat megvásárolta a telket, sokan nem gondolták volna, hogy 2018 nyarára megépül a Pangea. Valamikor, 14 decemberében mentem Kovács Ferenc polgármester úrhoz, hogy kéne a hópárducoknak egy nagyon jó hely, építeni kéne nekik egy különleges helyet. Meghallgatott, nézett rám, azt mondta, hogy szállodát, építsetek szállodát. Mondom, polgármester úr, hópárduc kifutót szeretnék építeni, abba vagyunk jók, valami különleges szállodát. Na hát ez így indult, szóval sok mindent kitaláltam itt a Nyíregyházi Állatparkban, de speciál a szállodában nem gondolkodtam, úgyhogy ez polgármesteri ötlet volt, de igyekeztünk megfelelni ennek. A kívülről és belülről egyaránt modern épületből egyedülálló kilátás nyílik egyik oldalról a Sóstói tóra, a másik oldalról pedig a 35 hektáros Nyíregyházi Állatparkra, amellyel természetesen összekötötték a hotelt. A Pangeában kialakított 38 szoba, mindegyike egy-egy állatról szól. A szállás.hu 10 pontos értékelési rendszerében pedig 9,6 pontra értékelték a látogatók az ökocentrumot.
Az új épület oktató és konferencia központként is működik majd. Az állatparkban ugyanis évente közel 3000 gyermek és felnőtt vesz részt valamilyen oktatáson. A nyíregyházi állatpark komplex 6,7 milliárd forintos fejlesztését a Modern Városok Program forrása biztosítja. Erről még 2015. novemberében döntöttek. A beruházási csomag 5 részből áll, ebből 3 elem már elkészült. A Hóperduc kifutó, az új bejárat és a Pangea, ezekre összesen 2,3 milliárd forint jutott. Maga a Pangea 1 milliárd 650 millió forintos fejlesztés volt, de a közeljövőben egy másik hotel is elkészül Sóstón. Azt mondták nekem, hogy ilyen őrültséget ki ne találjak, hogy én két hotellel állok elő a modern városi tárgyalásoknál. Hotelt az üzleti szférre is csak Budapesten épít, ott is a belvárosban. Tehát mondom, nálunk már a turizmus olyan szintet ért el, hogy szálláshelyi kapacitási gondok lesznek. De hát ugye akkor Nyíregyházát még talán nem úgy nézték, mint ahogy ma már nézik a turizmus területén. És hát ezért is örültem, hogy mind a két hotelre megkaptuk a támogatást, a másik nagy hotel is épül, ez meg már várja a vendégeket egy hónappal ezelőtt nyitott. Az állatkerti fejlesztési csomag része még egy jégkorszaki interaktív állatbemutató is, amely olyan állatkerti élményt nyújthat a látogatók számára, amely országos és európai szinten is egyedülálló lesz. Józsa András halálának 100. évfordulójára emlékeztek csütörtök délután az északi temetőben Nyíregyházán. A régész, orvos és antropológus fontos helyet töltött be Nyíregyháza életében. A Bécsi Egyetemen szerzett orvosdoktori oklevelet, majd Nagykállóban telepedett le, ahol kórházi főorvos lett. Ezt követően 1884-ben Szabolcs vármegyei főorvos lett Nyíregyházán. Az orvosi hivatása mellett nagy szerepe volt a Szabolcs vármegyei múzeum létrehozásában is. 1918. szeptember 6-án életének 84. évében hunyt el Nyíregyházán. A megyeszékhelyen nevét és emlékét a múzeum, a kórház, egy városrész, illetve utca és kút is őrzi. Az emlékezés virágait helyezték el Józsa András sírján el csütörtök délután. Az orvos, régész és antropológus szakember, bár 1834-ben Nagyváradon született, mindig is Szabolcsinak tartotta saját magát. Bécsi tanulmányai után 1884-ben lett Szabolcs vármegye főorvosa, valamint a mostani Józsa András Múzeum európai hírű régészeti gyűjteményét is ő alapozta meg. 1918. szeptember 6-án életének 84. évében hunyt el Nyíregyházán. Dr. Józsa András halálának a 100. évfordulóját ünnepeljük. Éppen ma volt, amikor eltávozott közülünk, 1918. szeptember 6-án. Még ugyanebben az évben megkapta a Nyíregyházi Múzeum a Józsa András nevet, tehát mi a névadónkat is ünnepeljük benne, de nem csak azt, hanem a múzeum alapításának a 150. évfordulóját is ünnepeljük, ugyanis ő volt a kezdeményezője, mégpedig a Szabolcsi Régészeti Egyletnek a alapító tagja is volt. Innen datáljuk a múzeumnak az alapítását, és úgy gondoljuk, hogy ez a két dátum, ez felhatalmaz bennünket arra, hogy egy szép ünnepséget tartsunk Józsa Andrásnak. A Nyíregyházi Józsa András Múzeum kezdeményezésére felújították névadójuk síremlékét az elmúlt időszakban. Ebben partnerük volt a Józsa András Oktatókórház is. A megyeszékhelyen nevét és emlékét a múzeum, a kórház, egy városrész, illetve utca és kút is őrzi. Lélektani krimivel nyitja meg a 2018-19-es évadot a Krudi Kamara. A Rettenete szülők című darabot Keresztes Attila állított a színpadra, aki már 5. alkalommal rendezett a Móri Zsigmond Színházban. A generációk közötti harcot szeptember 7-től láthatja a közönség. Eltúlzott anyai szeretet, kisajátító imádattal ragaszkodás a fiúhoz. Elhanyagolt férj és megcsalt feleség. Szülői önzések sorozata, generációk közötti harc. Emberi lehetetlenség és lélektani betegségek. Ezt mind magába foglalja a Rettenetes szülők című darab. Ez egy olyan anyag, ami ajándék minden benne játszó színésznek. Olyan szövevényes probléma halmazzal indul eleve a történet,
ami hogy mondjam, gyönyörű feladat nekem is, és a színészeknek is, ezt kibontani, ezt élővé tenni. Igazán ez egy bohózati szerkezetbe burkolt tragédia, tehát hogy ugyanannyit röhögünk a képtelenségükön, a tehetetlenségükön, mint amennyire megdöbbentő, hogy ez hová vezethet. 21. századi hétköznapi problémákat sorakoztat fel a darab, azonban ezek az élethelyzetek eltúlzott képként jelennek meg a színpadon. A főszereplő fiú, Mitchell, nem egyszerűen érzékeny lelkű 22 éves fiú, egyenesen hiperérzékeny. Nem gondolkodik, hanem azonnal robban. A téma mellett ez is megnehezítette a főszereplőt alakító Fellinger Damonkos dolgát. Próbáltam a saját tapasztalataimból meg eddig élethelyzetemből táplálkozni. Nehéz feladat színészileg. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak, mert hogy maga játékstílus elég filmes. Tehát amikor elindul maga a történet, akkor nagyon nincs is expozíció, tehát rögtön egy ilyen kaotikus állapotba, családtörténetbe fog kerülni a néző, ami már rögtön egy nagyon szenvedélyes és egy kicsit felrobbant világvége állapot. A rettenetes szülőket, amely Keresztes Attila 5. rendezése a Móricz Zsigmond Színházban, szeptember 7-től láthatja a közönség a Krúdi Kamarában. Egy első és egy második helyezéssel tértek haza a szlovákiai Száris kupáról a nyíregyházi tekézők. Egyéniben Fehér Béla végzett az élen. A csapatversenyben pedig az NTK szerezte meg a második helyet. A nyíregyháziak szombaton hazai pályán a Gyula ellen kezdik a bajnokságot. A szlovákiai Nagysároson a hagyományos Száris kupán tartotta bajnoki főpróbáját a nyíregyházi tekeklub együttese. A két csapatot indító NTK mellett a hazaiak is két csapattal neveztek, az 5. részvevő pedig a szlovák első ligás Kassa volt. A nyíregyháziak végül 2 éremmel tértek haza a tornáról, amely jól szolgálta a felkészülést a szombati NV1-es mérkőzésre. A csapatversenyben a másik helyezésünk mindenképpen biztató, bár úgy gondolom, hogy a fa eredményünk az lehetett volna egy picivel több, de mindenképpen az egyéni eredmény, ami számunkra egy nagyon kellemesre sikeredett, ugyanis a Fehér Béla 633 fával megverte a hazaiak legjobb játékosát, aki csak 615 fát ért el, úgyhogy semmiképpen nem távoztunk így üres kézzel, és mindenképpen elégedettek lehettünk ezzel a csapatbeli másik helyezésünkkel, és ebből is látszik, hogy jó néhány játékosunknak még van mit csiszolni a játékán, hogy jobb legyen a csapateredmény, de mindenképpen egy jó állomás volt ez a felkészülés szempontjából a következő bajnoki rajtra. A Szuperligától 5 év után búcsúzó nyíregyháziak célja az azonnali visszajutás a legmagasabb osztályba. Ezt már a Gyula elleni mérkőzésen tudatosítani szeretnék az NB1 keleti csoportjának csapataival. Hogy a végső célunkat elérjük, mindenképpen diadalmaskodnunk kell hazai pályán a Gyula ellen. Egy nagyon kis kellemetlen csapat fog hozzánk érkezni. Régi jó kapcsolatot ápolunk több játékosukkal szemben. Bízom benne, hogy a legerősebb összeállításban tudunk pályára lépni, és végre hazai pályán is egy biztató és nagyon markáns eredményt tudunk majd kiharcolni. Itt elsősorban a csapatfa eredményre gondolok. Biztos vagyok benne, hogy mindenki játszani szeretne nálunk, és mindenki szeretné oda tenni magát minden jobb eredmény érdekében. Nagyon remélem, hogy csapatfába a 3400 körüli eredményt meg tudjuk ütni, akkor semmiképpen nem lehet problémánk a Gyula ellen sem, és ahogy elmondtam, hosszú évek után az NB1-be bizonyítanunk kell, és mindenképpen egy demonstráló csapatfa eredményt kell kihoznunk, annak érdekében, hogy a későbbiekben ne felvértezve jöjjenek ide Nyíregyházára a csapatok. A nyíregyházi tekeklub Gyula mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a Városi Stadion tekecsarnokában. 4 fordulót követően már nincs 100%-os csapat a labdarúgó megyei első osztályban. Az első 3 helyen álló Ibrány, Baktalórántháza és Nagyecsed eddig egyaránt 10 pontot szerzett. Az 5. forduló rangadóján az Ibrány a Nagyecsedet fogadja. Gólzáporos meccseket is hozott a megyei első osztály 4. fordulója, egy találkozó 8-szor, 2 pedig 7-szer találtak a kapuba játékosok. Az Ibrány 7-1-re nyert Tiszavasváriban, a Vásáros Namény Tiszakanyáron győzött 5-2-re, és 5-2-vel zárult a Fehérgyarmat Gyulaháza mérkőzés is.
A Tarpa 3-1-re verte a Mándokot, a Baktól-Urántháza 3-2-es sikerrel távozott Máté Szalkáról, a Nyírgyulaj pedig a Kisvárda 2 otthonából vitte el a 3 pontot 1-0-ás győzelmével. A nagyhalász Csengermeccs után a hazaiak örülhettek 2-1-es sikerüknek. Egy mérkőzés zárult döntetlennel, a Nagyecsed Balkány meccsen 1-1 gólt szereztek a csapatok. 4 fordulót követően az Ibrány áll a tabella élén, megelőzve a szintén 10 pontos Baktól-Urántházát és Nagyecsedet. 3 együttes, a Máté Szalka, a Mándok és a Csenger egy pontot szerzett, míg a Tiszavasvári pont nélkül zárja a sort. Az 5. forduló párosítása a következő, Máté Szalka Tiszakanyár, Vásáros Namin Kisvárda 2, Nyírgyulaj Nagyhalász, Gyulaháza Baktól-Urántháza, Csenger Tarpa, Mándok Tiszavasvári, Balkány Fehérgyarmat és Ibrány Nagyecsed. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az elmúlt 2 évben 75 ezer fővel csökkent a közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma. A közfoglalkoztatási és helyettes államtitkár szerint a jelentős csökkenés annak köszönhető, hogy az országban egyre nagyobb a munkaerőhiány, és a közfoglalkoztatási program képzési és munkaszocializációs lehetőségei sokaknak segítettek a másodlagos munkaerőpiacról az elsődlegesre kijutniuk. Kiváló értékelést kapott a Pangea Ökocentrum és szálloda az elmúlt egy hónap látogatóitól. A Sóstói Hotelt mindössze 1 év alatt felépítették, a Modern Városok programnak köszönhetően 100%-os állami támogatásból. A Nyíregyházi Állatpark Komplex 6,7 milliárd forint fejlesztési csomagjának következő lépése egy jégkorszaki interaktív állatbemutató kiépítése. 18%-kal növelte a kiadott béreket a Master Good cégcsoport az utóbbi 1 évben. Ez a Baromfi termékek árát is jelentheti a későbbiekben. A kisvárdai feldolgozó üzem egy a kormány által támogatott technológia intenzív beruházás folytat. Önök a Költség Televízió iradóját látták szeptember 6-án csütörtökön, friss hírekkel legközelebb holnap este. Várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk. Nagyobb részt száraz, meleg levegő érkezik felénk, ezért csak néhol fordulhat elő délutáni zápor. Az előttünk álló éjszaka kiderül az ég, legfeljebb az esti órákban alakulhat még ki néhol zápor eső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható, futózápor csak kis eséllyel fordulhat elő. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A hétvégén ismét több gomoly felhő lesz fölöttünk, kevesebb napsütés várható, szombaton több, vasárnap már csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet nem változik jelentősen, a jövő héten kellemes, kora őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül, és pár fokkal emelkedik a nappali felmelegedések mértéke is.